A következő percekben Koncz Gábor színművész látja vendégül stábunkat Gödi birtokán, az elegáns legénylak vendége Gerhardt Máté kollégánk ma reggel. Jó reggelt, Máté, tiétek a szó. Szervusz Péter, köszönjük szépen, ahogy már elhangzott, Koncz Gábor csodaszép Gödi legény házában, ezt nem is lehet legény lakásnak nevezni, gyönyörű szép házában vagyunk, és a művész úr nagyon kedvesen fogadott minket, és onnan egy picit még nehezen jár, de ugyanolyan vehemenciával és ugyanolyan fantasztikus beleéléssel mesélte a színész kalandjait, és ugyanúgy imádja az életet, mint eddig is, ahogy ezt mindjárt meg is mutatja, hogy még a karddal is nagyon jól bánik. 40 évig vívtam ezekkel a kardokkal. Ez egy fokos, ez nem görbe volt, ez egy fokos. Ugye a lehető legrosszabbkor jöttetek, mert 10 nappal ezelőtt egy gerincműtéten estem át. Az ország egyik legjobb gerincsebésze, hanem a legjobb gerincsebésze műtött. És hát nekem most egy darabig rehabilitációban vagyok, ugye lábadoznom kell, de azért itt vagyok, csinálom a munkám, dolgozom, és bízom benne, hogy ez majd rendbe fog jönni. Üljetek le! Természetesen tehát a gerincműtét az nagyon, nagyon megviseli az embert, de ahogy látom, az emlékek, nyilván a tárgyi emlékek és a színész pályafutásnak az emlékei azért nagyon élénken élnek benned. Könyvet is írtál erről, és hát itt gyönyörű szép relikviák és emlékek között élsz. Motorcsónakkal is minden olyan itt van, ami fontos volt az életedben. Itt ebben a házban minden beszél. Semmi nincs olyan, ami nem játszana vissza történet. Itt mindennek megvan a maga története. Látod, ott van a motorcsónakon, még mindig az az egyik leggyorsabb az országban. Ott kint, nem látok kamerával, ugye itt van a házam, én szeretek, nem mindegy, hogy az ember hol éli le az életét. Szegény apám azt mondta, mikor eljöttem faluról, hogy fiam, neked semmiben nem a jó kell, neked mindenben a legjobb kell. Lóból, nőből, kaszából, borotvából. Hogy jutott eszébe ez a négy? Nyilván azért, mert erre volt a legtöbb szüksége. Tehát én szeretek reggel ott a medencém, szeretek ott 10 percet úszkálni, reggel fölébredek, ugye itt ezt is én terveztem, ezt az egész kupolát, ezt az egész házat, és direkt úgy terveztem, hogy reggel 7-kor már a hasamra süt a nap, éjjel látom az űrhajókat, a holdat, így bevág a fény, gyönyörű, szóval jó, hát most nem tudsz engem elképzelni egy kockaházba, hogy üres plafont bámuljak. Ahogy elmondtad, ezt a házat, több házat terveztél, de ezt a házat is te tervezted, mérnökök nélkül? Ezt is én terveztem, igen, mert az volt a vágyam, hogy egy ilyen nagy nappalit tervezzek, ahol rohangálhatnak az unokáim, oda terveztem egy pingpongtermet, ahova nagyszerű barátaim hetente 2-szer jönnek, nagyon jókat eszünk, iszunk, és összeveszünk halálosan egy-egy csúszán, Jónyer, Gergely, Bátorfi Pista, tehát a legjobbak, és utána nagy duma, minden, sőt, múltkor azt mondták, mikor megtudták, hogy a lábam így van, hát azóta is hívogatnak engem, azt mondták, hogy jó, nem is kell pingpongozni, csak akkor enni megyünk vacsorázni, hát ilyenek. És hát igen, először, amikor megvettem a telket, ugye először megcsináltattam körbe a kerítést öreg téglával. Utána megcsináltattam a tavat, és utána építettem. És elváltam, már az is ugye eufórikus állapotba hozott a válás, és ez szeptember vége, október lehetett, és szilveszterkor már így szilvesztereztem ebben a házban. Hát életem legszebb szilvesztere ez volt, mert annyi helyre hívtak, mondom, nem megyek én sehova, elmegyek, itt volt nem messze a vadászterületem, elmegyek Borsos-Berénybe vadászom, mint a mesébe, a szerencse is kell, mint mindenhez, szikrázott a hó,
jött le éjfél előtt egy fél órával gyönyörűen egy konsüdő, meglőttem, mondom, na akkor most megiszom az egy deci boromat, mondom, itt 12-t üt. Abban a pillanatban jött egy dárdás bika, amit szintén meglőttem, ugyanis én télen mindig ezekből a szarvasokból csináltatok a hentesemet, csodálatos szarvasszalámit, ezt teszi az egész, a fél színház, a lányaim, minden. Én szeretem az életet, szeretek jól élni. Hát olyan rövid ez az életünk, és úgy szeretném mondani, hogy ne öljük egymást ebbe a rövid életbe, majd megtudják, hogyha ennyi idősek lesznek, mint én, ugye, egyenek, igyanak, utazzanak, barátkoznak, sportoljanak, mert elmegy, elrepül, és utána csak marad a harag. Én most is nyáron, idáig mindig a lányaimmal mentünk síelni télen, nyáron elmentünk a tengerpartra, már mindenütt voltam, nem mentem, elmentem a haverjaimhoz, jól éreztem magam, ők is szeretnek engem, én is szeretem őket nagyon, és olyan jó volt együtt, nagyon kevés ember az, ez alatt az idő alatt, mert azt hiszed, barátod az egész ország. Mert akárhova megyek, mindenütt otthon vagyok, ezért nem tudnék én soha nyugatra menni, vagy disszidálni, ugye? És elmentem, elmegyek, és olyan szeretettel fogadnak. Azt hiszed, hogy mindenki barát, de nem. Mentem Iránba, meg Irakba, és a repülőn mondom, adok valakinek egy szóbeli végrendeletet. Mentem Miskolcfelé vadászni, és akkor este ki a rostán, és maradt öt, akibe úgy megbíztam, mint saját magamba. Ez az öt mind vidéki fiú, vidéki emberek. Ennyire fontosak akkor a gyökerek, hiszen azt a könyvedben is leírtad, hogy mennyire fontos az, hogy hol születtél, és hogy onnan milyen útravalót hoztál magaddal, és ezt a unokáidnak is, és a lányaidnak is mindig igyekeztél továbbadni. Igen, persze. Tudod, 18 éves koromig történtek velem olyan dolgok, amik le vannak fényképezve, itt vannak a fényképek előtt, amikre tudok támaszkodni, amik meghatározók az életemben. Utána főiska egyetem, külföld, Acapulcóba vittek, fesztiválra már főiskolás koromban, moszkvai filmbe, mindenhova vittek, de utána csak mint egy film pereg az ember élete, és nincsenek képek. Úgyhogy ha valamihez akarok támaszkodni, valamire, akkor mindig visszamegyek 18 éves korom előtti. Művész úr, nagyon szépen köszönjük, hogy vendégül láttál itt minket a házadban, és nagyon jó egészséget, és természetesen gyógyulást is kívánunk. Még egyszer Koncz Gábor Gödi házában jelentkeztünk. Köszönjük szépen a beszélgetést.